Számunkra nagy ünnep, amikor találkozunk veletek, és főleg azt a célközönséget tudjuk megtalálni, akikre a legnagyobb szükség van az ifjúságra. Így kezdte köszöntőjét Sallai Péter, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója a keddi díjátadón, ahol az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a megyei szervezet idei alkotói pályázatának legjobbjait jutalmazták. 355 pályamű érkezett, 125 a megye óvodáiból és 230 a megye általános és középiskoláiból. A fiataloknak a tűzmegelőzést, a tűzvédelmet és a tűzoltók izgalmas munkáját kellett bemutatniuk. Színvonalos alkotások érkeztek, a legjobbakat egy paravára állították ki a szervezők. Ezt az eredményt, amit elértetek, ezt munkával, kreativitással, szorgalommal és tehetséggel csináltátok meg. Na most, hogyha ezek megvannak, akkor azt gondolom, hogy különösebben aggódni nem kell a tűzoltóságért, hiszen ebből a körből valószínű majd azért meríteni tudunk mi is, hogy a mi testületünket tudjátok erősíteni. Másik kezelet. Gratulálok, nagyon ügyes voltál. Nagy tapsot kaptak a díjazottak, akik szabadkézi rajz, egyéb kézműves alkotás, irodalmi mű és számítógépes program kategóriákban alkothattak. A színes és beszédes képek sokasága mellett voltak, akik verset írtak a tűzoltók munkájáról. Jött ez az ötlet, hogy egyik ismerősünk tűzoltó, és így verset írtam inkább. Mert rajzolni azt én nehezebben tudok, és nekem ez így jobban bejött. Te szoktál verset írni? Igen, barátommal már első óta sokszor szoktuk csinálni, és hát ebből jött az ötlet, hogy akkor most is csináljak inkább verset. És miről szólnak a versek? Értem, hogy a tűzoltókról, de azon belül mit az, amit kiemeltetek? Az én versem arról szól, hogy egy polgármestert mentenek meg éppen. És a tömeg éljen, ez igen. Hát az én versem az arról szól, hogy milyen nehéz a munkájuk, és hogy milyen bátorok, és erről. Tűzoltó a bátor, kimentőzége házból, bemegyen a tűzbe, glórián a védő szentje. Tűzoltán már, tűrény szerint, állítanak át a védel neki, az életét sem kiméri, mások. Tűzoltó a bátor, kimentőzége házból, bemegyen a tűzbe, glórián a védő szentje. Bár nem volt ilyen kategória, a Győri Lukács iskola tanulói egy rappet készítettek a versenyre, ezzel pedig elnyerték az igazgatóság külön díját. Az intézményben egy fiúbanda is működik, az ötletet az egyik tanároktól kapták. A tanárnő az nagyon kreatív, és mondta, hogy úgymond akkor újítsunk is, és akkor egy videóklippel álltunk elő, amiben írtunk hozzá egy szöveget, a tanárnő csiszolt rajta, és akkor így. Hogy készült a klip? Mennyi időt vett igénybe? Hát a klip egy ilyen 2-3 tanítási órán keresztül szenvedtünk vele, úgymond, de aztán, mint látni, egész jó lett. És mit vártok tőle? Milyen üzenete van ennek? Hova jut el? Hol lehet majd ezt megnézni? Hát a YouTube-ra elméletek fel lett töltve, és reméljük a sok tűzoltóhoz is eljut, és bátorítja őket. A legjobb alkotások bekerültek az országos verseny döntősei közé, és Sallai Péter azt is elárulta, a legszebb rajzok közül választják ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalos karácsonyi üdvözlőlapjának borítóját is.